Irodalmi újság. Jó estét kívánok a hallgatóknak! Ez az Irodalmi újság legfrissebb száma. Köszönti önöket a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Két bolgarista szerepel mai műsorunkban, két különböző, de irodalmi témával. Elsőként érkezik Szondi György, József Attila díjas költő, műfordító szerkesztő, a Napút folyóirat főszerkesztője. Íme. A 222. szám után váltott online-ra a Napút folyóirat. Megszokhatták a hallgatók, hogy papírformában vehették kézbe, most már egy ideje nem így van. A 222 túl kerek ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ez véletlen. Tehát ez a leállás, ami tulajdonképpen nem leállás, hiszen folytatódik online formában. Sőt, én úgy emlékszem rá, hogy amikor megálltatok, akkor is még azért egy-két szám papírformában is megjelent. Akkor most ezt lekerekítem, és éppen jelentős aktualitása van a pontosításnak, mert ma készült el a 222 plusz egyedik Napút szám, tehát a 229-től nem tágítunk. Ha már így alakult, ez nagyon szépen hangzik, és nem azt mondjuk, hogy 223-dik. Tényleg a 222 az az utolsó volt, ami most hozzá került, az egy különleges megtoldásra, egy pót Napút szám, túl már a vállalt és búcsúszámmal befejezett 23 évünknek. Olyan tanulmányok születtek, és a 221 őszi 430 oldalas számunkra megható összefoglaló szám után is értékelő, sőt elemző, a Naputot tekintve 40-50 oldalas tanulmányok születtek, például Zsávolya Zoltántól és Komorosz Emőkétől, hogy azoknak helye volt, és ezt egészítettük ki olyan írásokkal, amelyek eddig nem láttak napvilágot, itt most kikottyanthatom, hiszen ez a folyóiratszám, ez kézbe is fog kerülni, csak éppen nem lesz már terjesztve, mert lapterjesztési szerződésünk nincs, de az írókboltjában ott lesz, szerkesztésében megkapható. Hogy annak idején, mikor én 75 éves voltam, az én pazar barátaim meglettek egy úgynevezett szamizdat napútszámmal, tehát egy kalóz napútszámmal, egy engedély nélkülével, ami tényleg nem volt terjesztve, de teljesen Szondi Györgyről szólt, és hogy azért ez olvasható legyen, egy részét ezeknek az írásoknak ebbe a 222 plusz egyedik számba tettük bele, illetve készül velem egy nagyobb interjú sorozat, és annak a Napútra vonatkozó részét előrevettük, és a Napúttal kapcsolatos tudásomat ilyen interjú formájában is itt közzétettük, illetve van 80 oldal arcképcsarnok, ami azt jelenti, hogy az est vendégeink sok százából ott ellesett arcképeket közlünk színesben. Hát nagyon sok a szám, tehát most már felmerül a hallgatóban az, hogy valami számmisztikáról is szó van. Fejtsük meg. Nem, hát nem, nincs. Az 222 az nagyon jól hangzott, de minden más az, amiket most mondtam, hogy 80 szerző van, annak nem lehet valami misztika. És ezzel egyidejűleg elkészült, csak aztán fel akarjuk vinni, és az a 222 plusz 2. összeállítása Napútnak az óriási repertóriuma. Ezzel van lezárva a Napút, a print Napút, de ezt igazán jobban, finomabban hangolva, szétszállalva az online-unkon szeretnénk majd digitálisan, véglegesen föltenni. A Napút online 7 éve létezik, tehát nekünk volt egy időszak, amikor párhuzamosan volt Napút, a mindenkori nehézségével ugye 222 évente 10 tematikus összeállítás. A Napút online pedig a kezdetektől már nagyon-nagyon sok rovattal szerepelt. Most ott tartunk, hogy 53 rovatunk van, plusz 16. Tehát párhuzamosan létezett több éven keresztül a print és a Napút, úgyhogy nem fették egymást a tartalmak. Legfeljebb annyiban, hogy van egy print rovat az online-on, amelyben mindig közöltük az aktuális print számnak a PDF-ét. Egyébként a hallgatók is láthatják, tehát aki felmegy az oldalra, az láthatja, hogy ez nem most lett, meg nem egy pillanat alatt készült el, hiszen annyira összetett az egész. És úgy mondod, hogy szeretnél erről beszélni, hát én kérlek is, hogy fejtsük ki. Akkor a gazdag van ennek, hát nem véletlenül mondtam számisztika nélkül, a jelenleg 53 rovat, ami mindig növekszik, hogy ezek legjavát azért majd említsem.
Ez a lényeg és különlegessége ennek az online szerkesztésnek, hogy itt is szeretnénk egy kicsit tágabban vagy másképpen szolgálni a közönségünket. A kicsi keserünk azt, hogy ez a közönség egy nagy naputtábor, de azt szeretnék, hogy minél többen, hát ez a beszélgetés például oda tereli többeknek a figyelmét, hogy ezt a Naput online kattintsanak oda, nézzék meg és próbáljanak eligazodni. Ezt azért mondom ilyen egyre hevesebben, mert ugye ez nekem érzelmileg fontos, hiszen én egy visszavonulóban vagyok, de a Naput online továbbra is megmarad tevékenységi területemnek egy nagyon-nagyon jó csapattal. Ezt alá kellene húznom, és el kellene mondanom, és lehet, hogy el is illik mondanom azt a csapatot, és mindenek előtt Hollap gazdánk, mesterünket, Hegyi Botos Attilát, aki önmaga egy reneszánsz ember, és annyira gyönyörűen csinálja esztétikailag a kialakított rendszerét, a már megörökölt rendszerét a Naput online minden egyes felépített részének, hogy ha igazán érkeznek dicséretek a küllem miatt, akkor azt az őt illeti, hiszen úgynevezett cégére lesz így mondjuk magunk között egy képpel vezettették be minden egyes közlés, és ennek a cégérnek a megtalálója, kiötlője ő maga, aki sokszor, mint mondja nekem, sokkal többet gondolkodik és idézőben pazarol rá időt, hogy ezt a képet, ami oda a legalkalmasabb megtalálja az adott szöveghez. 365 napon át, tehát nincs ünnep. Ez megint szegény Attilának munkája keserve, de én ilyen kegyetlen vagyok ezek szerint. Ilyenkor előre dolgozunk. Tehát 365 napon át 2-2-2, tehát 700 nem tudom mennyi anyag kerül föl. Ezek között van haiku szerzést, 100 000 karakteres óriás tanulmányok is, ami nem annyira ugye internetbarát dolog, de csak így tudunk megmenteni nagyon fontos anyagokat, és azért tudom, hogy el is olvassak. Egy olyan szélességre törekszünk, amely szélességet a Naput printjén belül másképpen oldottuk meg, hogy itt nem csak irodalom van, hanem képzőművészet, zene, természet, úgy értem, hogy környezettel foglalkozó anyagok. Ezeknek a legkülönbözőbb megnyilvánulásai az interjútól, a videófelvételeken, a beszélgetéseken, tárlatokon, meghirdetett versenyeken keresztül, amit most el ne felejtsek kibontani. Minden évben a kezdetektől van egy úgynevezett cédrus nyílt pályázat, bárki bármit beküldhet, az év 9 hónapján keresztül özönlenek is az anyagok, nincs megszabva semmi, tehát jöhet, és jött már a vőfé dologtól a nagypapának a tábori levelezéséig, igen, nem határozzuk meg, illetve azt lehet érezni, hogy ezt nem azoknak írtuk ki, akik már befutottak, hanem nagyon sokakat indítunk ki, így nagyon sokakat. A két alapolvasó, Tóth Holló Tamás, aki a prózáért, Babics Imre, aki a versért felel, gyönyörű nevek, nagyon fontos barátaink ebben a munkában, hogy lassaskán mondom őket, ők ezeket elolvassák és döntenek, hogy megütik-e azt a szintet, hogy a Naput online-ra kerüljenek, és gyakorlatilag ennek a versenynek a tétje az, hogy valaki ismerté válik, fölkerül a Naput online-ra, ugye mi sajnos pénzeket nem nagyon tudunk fizetni, így szoktam válaszolni, bennünket keresnek, hogy köszönjük, de likasabb ugye lár is, tehát most még ott tartunk, hogy a sok-sok szerző adja, ezek a kedves pályatársaink, vagy pályázó és pályára állított leendő barátaink végképp nem azért írják, és ezen túl pedig évente kiadunk egy nívódíjat a legjobbak közül. Nagyon fontos dolgot fejtesz ki itt most már, és szeretném, hogyha egy kicsit erre nagyobb hangsúly is hárulna, hogy a repertoárt is említetted, és egyáltalán ezeket a törekvéseket, mind a pályázatokat, és mi egymást, hogy olyan érzésem van, hogy egyfajta archiválási, vagy egyfajta, mint egy jó levéltáros, vagy egy jó könyvtáros próbálod ezt a folyóiratot átformálni, valamilyen metamorfózison átvinni, mert ez egy metamorfózis a papírból átmenni az online-ba, ami új utakat nyit, meg új tereket nyit, de teljesen más, befogadva az előző formát. Hát olyan elegánsan fogalmazod meg, amit egyszer majd felhasználva a szavaidat, ha máskor kérdeznek, így fogom kifejezni magamat. Voltak épp, hát igen, ez a célunk, és avval a már ismételgetett tágassággal, hogy itt mindenféle táborok, ízlések között próbálunk persze bizonyos általunk beismert, vagy magunk között tartott határokat,
határok között annyi lehetőséget adni, hogy ez valóban különösen ugye az internet világában ez egy érték megőrző, értékeket felmutató, és utána bármikor visszakereshető közlésanyag, ezért sem szoktunk soha, ahogy említettem, neked nagyon fontos nagy anyagokat csak a hosszúságuk miatt nem közölni, mert itt megmarad, lehet, hogy máshogy soha nem találna erre publikálási lehetőséget, olyan már megesett, hogy több részletbe hoztuk. Illetve például van olyan új rovataink, az egyik a könyvtár, tehát van összetett szó, több is van nálunk, amelyben a tár lényeges, éppen a tárolás miatt ebben már létező könyveket közlünk internetes folytatásban, fölhívva arra a figyelmet, és utána pedig értékelők megjelennek róla kritikák is, hogy ezt a könyvet illene kézbe venni, vagy legalább itt 5-6-7-8-10 közlésben majd visszakereshetően lehet olvasni. Például amire most készülünk, érdekes módon két orosz könyv, az egyik Sasa Szokolovnak a már lefordított könyve, a Bolondok iskolája, amely viszont hát miattuk jönnek idén, tudom, hogy teljes érdektelenségben halt el, és azt is tudom, hogy Végalpár Sándor hatalmas könyvnek tartja, tehát az ő bevezetőit várjuk, hogy elindítsuk. Vagy a másik, az pedig még egy kéziratban nálam meglévő könyv, Andrejevnek a Sátán naplója, a 1910-es évek elejéről, tehát ezek önmagában is csemegék. Ez többek között arra válasz, amit mondtál, de egy másik nagyon nagy, és ehhez az általad jól összefoglalt arszpoétikához tartozó nagy egység, a legnagyobb, amely önmagában is 16 belsőre tagozódik, a Magyar Önazonosságtár. Volt a Printnapútnak egy nagyon nagy hírű Mi magunk kötete, amit aztán könyvé is fejlesztettünk, ebben több mint 100-an vallottak a magyar identitás, magyar tradíciókra feltett kérdésre, vagy úgy, hogy cikkeikkel, vagy úgy, hogy körkérdéssel, vagy képzőművészeti alkotásról, vagy versekkel, prózával, és ezt mi fölvittük az internetre, és gyarapítjuk, úgy is gyarapítjuk, hogy érkeznek hozzá az anyagok, és úgy is, hogy ez az egyetlen olyan hely, amely gyűjtő egységként korábbi anyagokat is befogad. Tehát már közölt anyagok itt egy helyen, valahol a magyar irodalomban ilyen visszakereshetően és az online felületeken megtalálható legyen. A Volt Jelen, aminek a gazdája Csáhi László kopány. Annak a lényege gyönyörűen meg van fogalmazva minden egyes napút egységnél, úgynevezett rova leírásban olvasni lehet, hogy mi a lényege ebben a múltnak. Olyan máig élő megéléseit gyűjtjük össze, és leginkább ebben a kopány, mint gazda segít bennünket, amelyek akár kicsiségükben, vagy jelentéktelenségükben is, ennek a múltnak egy olyan részletét nagyítja fel, amely a mai szemben számunkra is érdekes. Volt Jelen egybeírva. Egy másik gazda, aki nem szerkesztőtársunk, de nagyon régóta csinálja, Mózer Zoli, az Open című sorozatát a 42-nél tart. Itt például a középiskolások számára érthetően és a tananyagot kiegészítően hosszan elemez szerzőket és műveket. Ez el fog jutni majd a 100-ig is, ez az egész kezdeményezés. Nagyon-nagyon jelentős értéke van, éppen mondom, középiskolások és középiskolai tanárok számára. Egy másik rovat most indul, mert nagyon nagy pártolója vagyunk természetesen a műfordítás irodalomnak, lévén magam is műfordító is voltam vagyok. Fordítás mű címen indult idén egy új rovat, nagyon népszerű, amelynek az a lényeg, hogy kit-kit én fölkérek az óriási magyar fordítói mezőnyből, avval a céllal, hogy vetüljön a munkájukra nagyobb fény, hogy válasszon a már múltban elkészült művei közül, fordításai közül bármit, hogyha regény, akkor nyilván csak részletet, de van, aki teljes drámát, meket verseket ad, és ezt névjegyként ajándékozza nekünk, úgy, hogy ellátja, mint egy arszpolitikai kommentárokkal, miért ezt választotta, mi köti hozzá. Gyönyörű, gyönyörű vallomások keletkeznek. Az egyik legszélsőségesebb esete ennek a Borsi Kálmán Béla, aki erről egy 100 000 karakteres anyagot írt. A másik oldala Rakoszki Zsuzsa, aki ezt gyönyörű verssel és pármondatos kommentárral lát el. Ez önmagában egy olyan vonulat, és itt most rátérek másra, amelyet én szeretnék valamikor visszatérve a printhez is könyvben viszont látni. Tehát ezeket összegyűjtve könyvben megjelentetni, és most annál inkább mondhatok olyan aktualitást, amely szintén erre a hétre vonatkozik. Egy ezen a téren elképzelt első kötetünk, ami már így készült, lényegében így,
Az a címe, hogy Útravallók, és a Napút életében, tehát 1999-től 2022-ig szereplő szerkesztők, némelyike pár hónapig volt, aki friss szerkesztő, volt, aki végigkísérte ezt az időszakot, és költői életműve van, kötetei vannak, mondták, hogy nem hagyhatja ki a Szandi Györgyse magát, pedig csak egy kötetkéje van. Tehát mindenkitől összegyűjtöttünk, kiki elküldött, mint egy 300 sornyi nem erre az alkalomra írt bemutató anyag, és ez összeállt, és ott vagyunk 20 ABC rendben Babicstól Zalán Tiborig, és vannak köztük olyanok, akiket kevésbé ismer esetleg az olvasó, ugyanakkor nagyon értékes szerzők. Ez szintén a héten fog megjelenni. Hát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon színes a paletta, úgyhogy most karácsonyra azt ajánlhatjuk, és azt kívánhatjuk az olvasóitoknak, hogy hát forgassák a szemükkel, forgassák egyébként a kézben is, de főként online most már a Napút folyóiratot. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.